Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Jöjjön egy kis Call of Duty Advanced Warfare. Elnézést a rajongóktól, nagyon-nagyon szerettem volna játszani. Főleg szerettem volna ezzel a játékkal játszani, és hát nem volt, egyszerűen nem volt időm bekapcsolni se játszani se semmit, de nem szeretnék további kifogásokat sorolni, hanem inkább bele szeretnék vágni a lényegre, mert rengeteg minden van a fejemben, amiről beszélni szeretnék, és gyorsan ki kell adjam, és amint láthatjátok a címet, szeretném, hogyha nem stresszelnétek Call of Duty közben. Bizonyám, én ilyen jó srác vagyok, és szeretném, ha nem stresszelnétek Call of Duty közben, mert mint tapasztalt kódjátékos tudom, hogy ez hogy van, mindent a kicsi szívünkre veszünk, aki lelő minket, és ez azért kódban elég frusztráló tud lenni, legyünk őszinték. Nos, a játékok, amiket láthatok, egyszerű módszerek arra, hogy hogyan szedjük össze magasabb készleteket Call of Duty Advanced Warfare-en belül, de nem a játékokra fog beszélni, hanem miről fogunk itt most beszélni. Arról fogok beszélni, hogy szeretném, hogyha jobban egy kicsit megértenétek a modern Call of Duty működését. A modern Call of Duty működését nagyjából MV2 óta, hogy hogyan működik a matchmaking system. Szóval, foglalkozom össze, miről is lesz szó. Call of Duty Advanced Warfare dedikált szerverekről lesz szó. Gondolom hallottatok már valami pletykákat erről ezzel kapcsolatban. Elsősorban lesz arról is szó. A következőben arról lesz szó a matchmaking systemről, tehát hogy mi alapján dob minket össze a játék, ugye? Mert hogy ugye az van híresztelve a Call of Duty-soknál, hogy megfelelő skill-based játékosokkal fog összedobni. Tehát ha neked van egy skill-ed, akkor a hozzád hasonlókkal fog összedobni a Call of Duty. És higgyétek el nekem, mindezek, azért egy bizony elég magas stressz forrás. Fogunk beszélni ugye kapcsolatról, kapcsolódásról, hogy működik ez az egész, stb. És mindennek az egésznek a végén fogunk egy konklúziót vonni az egészből, hogy megértsétek, hogy miről beszélek, és meg fogjátok érteni azt, hogy gyakorlatilag miért van az, hogy például én a COD 4-et egy sokkal letisztultabb és skill-based-ebb játéknak tartom, ez most magyar volt, mint mondjuk a modernebb Call of Duty-kat. Nos, hol is kezdjem? Kezdjük ott, hogy dedikált szerverek, nem tudom ki hallotta ugye pletykákat, vagy ki mennyire követi a játék információkat, stb. Annak ellenére, hogy nem játszom, azért igyekszem a játék hírekkel nagyjából tisztában lenni, amennyire időm engedi. Na most az a lényeg, hogy Call of Duty Advanced Warfare-ben léteznek dedikált szerverek. Bizonyám. Na most ezt minden a levegőből veszem, tehát mindent, amit itt most ebben a videóban fogtok hallani, azt nem a levegőben veszem. Létezik egy olyan videós, hogy Driftor, azt hiszem, hogy kodos körökben elég népszerű, és mindenki ismeri a nevét. Na most ez a srác, aki nem ismeri, ő mélyen foglalkozik Call of Duty-val, ős régóta foglalkozik Call of Duty-val, egy dinoszaurusz Call of Duty-val, és mélyen belemegy a kodokba, és most ott odáig ugye ő is elment, hogy ő és a barátja elkezdik kielemezni egy kicsit jobban a kodot, hogy miért, hogyan működik a kodban. És ez azért nagyban nagy segítség, hogy jobban megértsük a játék működését. Úgyhogy jöjjön most ennek mind a magyar változata, és hál' Istennek, hogy van egy ilyen srác itt a Driftor, mert ő neki van türelme megcsinálni mindez grafikonokban, bebizonyítsa, hogy ez tényleg van, és nem csak sejtésekre alapozva, mert sok mindent sejtettünk ugye a Call of Duty-val kapcsolatban, és végre azért valamilyen szinten ez most bizonyosságot is lát. Az adatok, amiket ő is közöl, az igazság, hogy nem nyilvánosak, és nem is lehetnek nyilvánosak, mert ugye bajba kerülne, de hát vannak okos emberek, és igazából okos emberek utána tudnak járni, hogy ezek mind igazak-e vagy sem. Na mindegy. A lényeg az, hogy hol kezdjem. Kezdjük ott az elején, kezdjük azzal, hogy dedikált szerverek. És képzeljétek el, igen, Call of Duty Advanced Warfare-ben léteznek dedikált szerverek. Legalábbis Xboxon, legalábbis Amerikában mindenképpen léteznek. Ugye ezt Driftor maga is bizonyultan, vannak kütyéi, Xboxon kapcsolódik, és tudja, hogy mikor van egy lobbyban, vagy éppen mikor van egy dedikált szerveren. Ugye a dedikált szervernek van egy előnye, jobb a kapcsolat, gyakorlatilag nem nincsenek, hát lagok lehetnek egy dedikált szerver. Is, mert hogyha például egy dedikált szerveren betalál egy magasabb pinggel rendelkező játékos, akkor gyakorlatilag az egész szervert laggoltatja. Na de ugye mindig sírnak a játékosok a kódnál, hogy dedikált szerverek kellenek, elmondom, hogy a lobby
és a dedikált szerverek közti különbség az csak annyi, hogy a lobby hostnak, a lobbyban a lobby hostnak egy kisebb előnye van, némi ping előnye van gyakorlatilag, és mondjuk az néha tud döntő lenni, de hogyha a lobby host egy béna játékos, akkor kurvára mindegy. Na, ennyi előnye van egy szervernek gyakorlatilag, de az azt jelenti, hogy mondjuk 10-ből 3-szor kifoghatod azt, hogy jó játékod lesz, jó kapcsolata, jó lövése, stb. Mikor van esélyed betalálni a dedikált szervert, ha kurva jó neted van? Tehát, ha jó, stabil kapcsolatod van, alacsony pingel, mondjuk ilyen 30-40 körüli pingel, nagyobb esélyed van arra, hogy fel fogsz találni egy szerverre. Ha gyenge neted van, esélytelen vagy, akkor mindig lobbyban fogsz kikötni, és egy annak megfelelően élvezhető játékot fogsz játszani. Értitek már, hogy mire próbálok egy célozni? Természetesen lesz az egésznek egy végső konklúziója majd. Na, egy lezárása, jó? Útelágazás, a nehéz szó, mi? Hol tartottam? Ja igen, szóval ugye már kezditek kapizsgálni, így működik ez már gyakorlatilag így működik MV2 óta. Szóval nem érdemes ezen ugye többet vitázni gyakorlatilag, úgyhogy ez van, ez a kód most, ez a kód. A következő ugye, ami mondjuk már Black Ops 2 óta van, kód Ghoston át, Advanced Warfare-en keresztül már, az pedig a matchmaking system, ugye, mi szerint ugye hasonszörű játékosokat dob össze a lobby. Na most ugye driftarék, hát ezt is le kellett kísérletezni, és természetesen lekísérletezték, leelemezték, és bizonyos adatokat igyekeztek közölni. Azt természetesen elárulom nektek már most, hogy a kod, mint olyan egy matchmaking systemnél gyakorlatilag 20-30 adatot néz nálad, hogy kikkel dobjon össze. Ám mégis van ezek között, ugye, hogy úgy mondjam, teóriák, elméletek, amikre jobban figyel a játék. És ugye számba vették itt a win-loss ratio-t, vagy hogy milyen nyerési rációval vagy. Számba vették a KD arányt, és még egy csomó mást, és ezek közül gyakorlatilag úgy vették ki, hogy a KD arány az egyik legbefolyásolóbb az alapján, hogy milyen játékba fog bedobni téged. Na most, KD arányok. Most elmondom nektek, hogy a átlag játékosok, tényleg az átlag többség 0,5 és 1,5 közé tehető a KD arányjal. Az az alatt, a 0, alatt 5 alatt lévő játékosok annyira casualak, hogy nem számít. Ugye a 1,5 fölött lévő játékosok kezdődik a professzionális szint. És később meg fogom veletek értetni, hogy miért van az, hogy mégis vannak profik, hogy mitől születnek a profik, stb. Stb. Rá fogunk erre térni lényeg. De egy kicsit szeretnék beszélni a matchmaking systemről. Ez a következő forrása annak, hogy asszuk az agyunkat gyakorlatilag. Mert ugye a játszós egyszer csak azt hiszi észre, ú, bázzam, milyen lobby van dobott össze, úristen, hát ezek ki fognak engem nyírni, nem? Teljesen mindegy, hogy milyen presztízsben vagy, nem fog számítani. Ugyanúgy össze fogsz kerülni tapasztaltabb vagy gyengébb játékosokkal. Amit úgy néztek, hogy egy kicsit jobban számít, mint a többi, az a KD arány volt. Az is beleszámít, de ez egy kicsit többen beleszámít a sok adat közül, és ez pedig a KD arány volt. Na most, hogy nézi a Call of Duty a KD arányokat? Az azt jelenti, hogyha például egyes KD arányod van, akkor esélyed se nagyon lesz, hogy bekerülj egy kettes lobbiba. De ugye beszéltem azt, hogy a játékosok átlag többsége, most beszélek itt valami 90%-ról, 0,5-1,5 között tevődik a KD-ja, a 5% 0,4 alatt valahol, és a többi 5% 2 fölött. Most gondold végig, hogyha te egy olyan játékosoknak a KD aránya 2 fölött van, hány órát kellene várjál egy lobbyba, hogy hasonszörű játékosokkal dobjon be, nem beszélve arról, hogy 5, tehát frankon 5%-ról beszélünk, aki 2 fölött van a KD aránya, és mennyit kellene várjál, és nem beszélve arról, milyen kapcsolatot kaphatsz azáltal, hogy
hogy kivárja a megfelelő skill játékosokat. És ugye mit tudunk a kodról? Belépsz a játékba, és azonnal kapsz játékot. Azonnal. Belépsz a lobbyba, azonnal kapsz játékot. Na most, hogy akinek magasabb a KD aránya, az az neccesebb, necces kapcsolatokat is kaphat. Mert hogy a magas a KD arányot, a játék igyekszik besorolni, az ugye téged azon a kis szűk körbe, ezért lehet, hogy éppen európai vagy, de Amerikában játszol egy hoston. Sose tudhatod. A másik pedig ugye, hogy osztja el, mik az arányok, ez egy ilyen, összevetették az adatokat, a srácok kihúzták grafikonokba, és úgy néz ki, hogy a kod kérem szépen így össze. Tegyük fel, 1-es KD arányod van, akkor egy olyan lobbit fogsz kifogni, ami 0,5-ös KD arány és 0,9-es KD arány között mozog. Ez lesz a skill lobbit gyakorlatilag, ez ilyen játékosokkal fog nagyjából belomni. Ha 1,5-ös, akkor 1 és 1,5 között fog valahol bedobni. Hogyha 2-es, vagy a fölötti vagy, akkor soha nem fogsz kapni a saját skillethez mérten való játékot, mert nem, egyszerűen nem fog találni. Lehet, hogy lesznek erős lobbik, lehet, hogy időnként ritkáson kifogsz egyre keményebb lobbit, velem például fordult elő, egyre keményebb lobbyba mentem, és kezdtem gyanítani, hogy van itt valami, lehet, hogyha hosszabb ideig játszol, egyre magasabb KD arányt érsz el, egyre magasabb lobbyba is dob ki, de mint kiderült, ez nem. Hanem az van, hogyha 2-es KD arányod van gyakorlatilag, akkor valahol 1 és 1,5, 1,9, tehát mindenkit bezsúfolod a neked. A 2-es fölötti kádiorányok soha nem fognak kapni egy saját skillhez mért játékot gyakorlatilag. Sajnos ez van, hogyha az történne, hogy sikerül egy ilyen játékot kapni, sosem tudni, milyen kapcsolatotok lenne. Mert lehet, hogy az egyik 2-es játékos Kínában lakik, a harmadik Európában, a negyedik Amerikában, és a játék összeosztiteket, és akkor valamelyik nagyon fog káromkodni a nap végén. Úgyhogy... És íme jön a konklúzió. Mindezek alapján, amit ugye itt felsoroltam, remélem, hogy tisztává válik, hogy hova alakult át a Call of Duty, mint egy játék, és miért mondom azt, hogy a COD 2, COD 4, Counter-Strike, egy letisztultabb mechanizmus, egy letisztultabb játékok, mert kiválogathatod a szerveredet, kiválogathatod ott azt, ahol, azokat a játékosokat, ahol, akiktől lehet tanulni, a keményebb szervereket, kiválogathatod a modokat, amiben gyakorolni akarsz, és ez MV2 óta elveszett a Call of Duty-ban. Már nem ugyanaz. Már nem ugyanaz a professzionális kompetitív játék, ami volt a COD. Az mostanra már egy maximálisan szórakoztató játék, amit élvezni kell, amit röhögni kell, amit látjátok, össze lehet szedni a killstreakeket, ki kell élvezni ezt a killstreaket, szórakozni kell és jól érezni magad. És ez egy figyelemhel felhívás arra, hogy ne idegeld magad azon a killstreaken, mert nem beszélve arról a grafikus motor hibáról, hogyha például egy sarok mögött vársz egy ele, ez már nagyon régóta benne van a COD grafikus motorja, talán MV2 óta, hogy állsz a sarok mögött, várod az ellenfeled, látod a radaron, hogy jön. A sarok mögül kijövő ellenfél előbb fog téged meglátni, mint te őt fogod meglátni. Egy fél másodperces csúszás van. Ez egy grafikus motorhiba, nem tudsz, hogy csinálni vele. Fél másodperces csúszás van. Tehát, ha én például várok egy ellenfél sarok mögül, és ők úgy gyorsan kilép onnan, ő előbb fog meglátni engem. Erre, ha még rájön egy ping is, ha nekem még gyengébb pingem van, már majdnem egy másodperces késést hozzáadhatok az egészhez. És gondold végig, hogyha a 35. killstreaknél járok, már nem, bocsánat, a 22. killstreaknél járok, egy kell a mobhoz, egy kell a faszom tudja atombombához már, és egy ilyen szituációban vagyok, remegek, mi az idegtől, mert hogy meg lesz, és egy ilyen grafikus motorhiba miatt, egy ilyen kapcsolati hiba miatt, egy elbaszott skill rank match miatt történik mindez, akkor érted, lerobbanok, ezért én már nagyon régóta nem azért akarok nagyon idegeskedni Call of Duty. Valamikor játszok a haverokkal, és tényleg nem hiszem el ezt a kapcsolatot, van. És ez az, amit már nagyon el kell felejteni, mert tisztában vagyok vele, hogy azért
A kódban egy halálnak szinte nagyobb jelentősége van, mint egy killnek. És hihetetlenül frusztráló, stresszes tud lenni, és idegölő, úgyhogy srácok, hát a kódot most arra már egy komolyan szórakoztató játéknak kell venni. És hogy érezzétek a különbséget is, a kód 4 gyakorlatilag sokszor drágább még mindig drágább, mint az újabb kodok, bármelyik sokszor. Nos, de mégis ugye létezik egy olyan, hogy pro player, hogy skilled player, hogy kettes fölötti kádjarány. Ilyenkor ugye megkérdezhetitek jogosan, miért tudnak mégis mások elérni egy kettes fölötti kádjarány. Kurva egyszerű a válasz, és sokat is mondtam már, ugye a kodnál is, a FPS játékoknál sok dolog van, ami dönt, és az nem csak te magad, a játékos tehetséged és tapasztalatod. Kell egy jó internet, és kell egy jó gép. Ez kötelező. Kell egy jó gaming hardware, bár nem muszáj, de nem árt, hogyha van. És a másik, ami kell, és lényeges, és nem hiába csináltam én is sokszor olyan videókat, amiket csináltam, a játékot meg kell tanulni. Azért olyan pro player az a pro player, mert ismeri azt a pályát, ismeri a fegyvereket, ismer... Na most a pálya ismeret, nem csak arra gondolok itt, hogy hol spawnol az ellenfél, az édes kevés. Annak, amikor én is pro playernek mondhattam magamat, akkor úgy nézzétek el, hogy körülbelül a fűszálig ismertem a pályát, a téglát, tégláig ismertem a házat, tudtam, melyik téglára kell célozni, mert ott bújik ki a feje. Tudtad, hogy melyik sarkon kell befordulni, és hova kell pontosan tenni a célkeresztet, mert ott bújik ki a feje. És az egész, mint ahogy mondtam, átvált egy ösztönös számolásra, egy ösztönös nem megérzésé már, és nem csak alappálya ismeret, hanem egy ösztönös matematikai egyenletté vált, amit lépésről lépésre kiszámoltál. És én például én így tanultam meg. Én megtanultam például a Code 4-et kívülről, megtanultam az MV2-t kívülről. Ezért tudott az létezni, hogy magasabb KD arányt tudtam elérni, magasabb KD arányt tudtam megőrizni. Nem azért, mert olyan rettenetesen tehetséges vagyok, hogy bármi ilyesmi, hanem azért, mert hihetetlenül sok időt fektettem abba, nem hogy játszak, nem hogy csak abban játszak, hanem abban, hogy megtanuljam a játékot. Ez az az ok, amitől vannak ilyen játékosok. Ez az ok, hogy ők időt szánnak rá, időt fektetnek bele, és ismerve a játék összes hibáját, mert egy pro player arra is figyel, a játék hibára, egy pro player tudja, hogy grafikus motor hiba van, és egy pro player nem áll lekempelni egy sarok mögött várva a játékost. Egy pro player kiszámolja a ping közti eltérést, egy pro player erre felkészül, egy pro player erre előcéloz, mert tudja, hogy ha magasabb a pingem, jobban kell reagálnom. Szóval ilyen apró dolgokról beszélek. Ez az a különbség, ami játékosokban meghatároz, hogy a pro player tanul. A 0,5 és 1,5 KD arány közé tehető játékosok csak játszanak. Köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, remélem segítettem abban, hogy megértsétek a kód működését, az újabb kódok működését, és hogy ne kapjatok ideglelést a játék alatt. Macska bugyi, annak, aki végignézte a videót, kommentbe le lehet írni, macska bugyi. Na, sziasztok, köszönöm a figyelmet!